Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Április 21-e van, Konrád névnapja, Kókai Mónika vagyok. 94 éve született II. Erzsébet brit királynő, aki a legtovább hatalmon lévő női uralkodó. 110 éve halt meg Mark Twain, amerikai író, Tom Sawyer kalandjainak megálmodója. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Csökkent az új koronavírusos fertőzöttek száma Szerbiában az előző napokhoz képest. Pásztor István szerint a koronavírus elleni küzdelem új időszámítása kezdődött. A koronavírus járvány közepette is épül a Belgrád-Budapest vasútvonal szerbiai szakasza. Újabb 14 emberéletet követelt a koronavírus Magyarországon. Csökkenő tendenciát mutat a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 óra leforgása alatt 3500 ember teszteltek, közülük 260-ról derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. 5 személy halt meg tegnap óta, 2 férfi és 3 nő. Szerbiában már 977-en gyógyultak ki a kórból. A sajtótájékoztatón, amelyen mától ismét jelen lehetnek az újságírók, az is elhangzott, a nap folyamán mintegy 300 ember hagyhatja el a tábori kórházakat. Az elhunytak száma a járvány kezdete óta 130-ra nőtt, 85 férfi és 45 nő veszített el a harcot a kór ellen. Az elhalálozási arány 1,89%. Megjelenése óta országszerte 6890 ember fertőződött meg koronavírussal. Jelenleg 3660 pácienst kezelnek kórházban, lélegeztetőgépen 101 fertőzött van. Dr. Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatokra is kitért. 656 zdravstvena radnika je pozitivno. Njih 430 je imalo kliničku sliku koja je zahtevala bolničko lečenje. Ukupan procent zdravstvenih radnika u populaciji pozitivnih na koronavirus je 9,52%. Hatékonyak azok az intézkedések, amiket a koronavírus járvány megjelenésekor a szerb kormány hozott. Ezeket sokan kritizálták, de a szóban forgó korlátozásoknak köszönhető, hogy nincs a járvány miatt több száz halott Szerbiában. Ennek köszönhetően a járvány 7. hetében fokozatosan enyhülhetnek a szigorítások, mondta dr. Predrag Kon, járványügyi szakorvos. Policijski čas je naglo osvestio ljude da se ovde radi o nečemu gde je važno slušati mere. Mi nemamo više istu situaciju kao što smo imali na samom početku. To je činjenica. Da li će ljudi opet hteti da se druže i da se viđaju, pa to nema dilema. A legfontosabb, hogy az emberek továbbra is betartsák a szakma ajánlásait, és akkor komolyabb enyhítések is számba jöhetnek, fogalmazott a szakember. A koronavírus elleni küzdelem új időszámítása kezdődött, mondta Pásztor István délelőtti sajtótájékoztatóján. Az enyhítő intézkedéseket az előírásoknak megfelelően kell alkalmazni, tette hozzá a VMS elnöke. Véleménye szerint Szerbia hatékonyan vette fel a harcot a koronavírussal, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig megfelelően tudott segíteni az idősek ellátásában. 6 heti folyamatos szigorítás után az intézkedések enyhítését jelentette be a szerb kormány. Pásztor István szerint fontos, hogy újra megnyílnak a zöld piacok és lazítanak a kiárási korlátozásokon, de továbbra is be kell tartani a kötelező szabályokat a vírus elleni küzdelemben. Az, hogy újra megnyílnak a piacok, az, hogy lehetőség nyílik bizonyos szolgáltatási szektorokban az életnek a normalitás mezeire való visszavezetésére, az, hogy föloldódnak a kijárási korlátozások, legalábbis lazításra kerülnek, ezek mindenféleképpen pozitív jelek. Ezeknek a döntéseknek a tükrében azt kértem a Vajdasági Magyar Szövetséghez tartozó önkormányzati vezetőktől, hogy a jogszabályokat betartva
tegyék meg azokat az intézkedéseket, amik lehetővé teszik például a piacok működésének az elkezdését. Pásztor szerint Szerbia hatékonyan vette fel a harcot a koronavírussal. Az elmúlt 6 hétben megállították a robbanásszerű terjedést, és sikeresen átalakították az egészségügyi rendszert. A politikus szerint a kormányzat nem élt vissza a rendkívüli helyzettel. A VMS pedig politikamentesen vette ki a részét a vírus elleni harcból. Fölépítettünk egy olyan segítő rendszert, amelyikben durván 780 aktivista szerepelt első naptól kezdve, is ma is ez a szám standard. Mintegy 20,5 ezer megkeresésnek tettünk eleget az elmúlt 6 hét alatt. Elsősorban a 65 évnél idősebb polgártársak megkeresésének tettünk ezzel eleget. Pásztor elmondta, Magyar Kanizsán, Zentán, Topolyán, vagyis a VMS által vezetett önkormányzatokban rövid idő alatt hatékonyan ki tudták osztani a kis nyugdíjasoknak járó csomagokat. Ezzel szemben például Szabadkán gondok vannak ezzel. Nem tudom elképzelni, hogy egy durván 5 milliárd dináros költségvetésben ne lehessen megteremteni azt a durván 40 millió dináros keretet, amelyikből a 16 ezer nyugdíjasnak ugyanolyan elvek alapján, mint az egész vajdasági térségben oda lehessen adni a csomagot. Ez az éves szabadkai költségvetésnek, ha jól számolom, 0,8%-a. Egészen biztos, hogy vannak olyan mozgásterületek, ahol ezt meg lehetne spórolni. A VMS elnöke szerint egy nagyon nehéz, de sikerrel teljesített időszakon vagyunk túl. Azonban a mindennapok lazítását felelősség teljesen kell elvégezni, mert az eddig elért eredmények is veszélybe kerülhetnek. További részletek a VMS elnökének sajtótájékoztatójából műsorunk végén a Híradó Pluszban tudhatnak meg. Körülbelül 1000 ember szegte meg az eddigi leghosszabb idejű kijárási tilalmat Szerbiában, nyilatkozta a szerb közmédiának Nebojša Stefanović. A szerb belügyminiszter elmondta, a legtöbb szabálysértés Belgrádban, Pancsován, valamint Újvidéken történt. A legfegyelmezettebb települések Prijepolje, Zaječar és Prokupje voltak, tette hozzá. Köszönetet mondott az ország legidősebb polgárainak, akik betartották az óvintézkedéseket, ugyanis szinte alig kellett intézkedniük a rendőröknek idős személyek esetében, mondta a belügyi tárca vezetője. Mától ugyan megnyíltak a piacok, kis időre a nyugdíjasok is elhagyhatják lakhelyüket, de a belügyminiszter figyelmeztetést intézett a polgárok felé. Svi mi moramo da razmišljamo o sledećoj stvari. Ako želimo da ove mere postepeno, i to zavisi samo od nas. Dakle, to ne zavisi ni od lekara, to ne zavisi ni od vlade, to ne zavisi od bilo koga drugog. Zavisi od svakog građanina Srbije, od svih nas. Ako budemo želeli da budemo zemlja koja će relativno brzo početi da ublažava ove mere postepeno, mi moramo svi da pokažemo disciplinu. Disciplina ne podrazumeva, bit ćemo super u vreme policijskog časa, ali onda čim se policijski čas ukine, onda ćemo se okupimo u masama, grupama, hajde da se družimo. U tom trenutku mi poništavamo sve ono dobro što smo radili u prethodnim danima. A járvány vége Szerbiában a 10. és a 12. hét között várható, jelentette ki a szerb közmédiának Predrag Kón járványügyi szakember. Az a tapasztalat, hogy a koronavírus lassan gyengül. Ezt pedig azt támasztja alá, hogy egyre több az enyhe tünetekkel rendelkező vagy tünetmentes beteg az országban. A 7. héten, azaz most a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a kór bejuthat a munkahelyekre. Így akik most elkezdtek dolgozni, be kell tartaniuk minden intézkedést, amely a megelőzésre irányul, részletezte a járványügyi szakember. Szavai szerint a járvány vége akkor lesz látható már, amikor túl leszünk a 8. héten, végül pedig a 10. és a 12. héten teljesen fellélegezhetünk, szögezte le.
Szijjártó Péter telefonon hívott, hogy a határok megnyitásának lehetőségéről beszéljünk. Ezt mondta ma Ivica Dačić, szerb külügyminiszter. Hozzátette, magyar hivatali kollégája mielőbbi találkozót kért annak érdekében, hogy a két ország állampolgárainak határátkeléséről tárgyaljanak. Dačić egyelőre csak annyit erősített meg, hogy a témával kapcsolatban egyeztetnie kell a szerb államfővel, de mindenképpen a most még érvényben lévő szigorítások enyhítésének egyik következő fázisa lenne a határnyitás. Ez azonban csak akkor történhet meg, amikor a koronavírus járvány jelentősen csökkenni kezd. Figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe a szerbiai katonaság tagjai két szerbiai befogadó központnál, hogy visszatartsák a migránsokat, akik el akarták hagyni a központokat, jelentette ki Alexander Vulin a Pink TV-nek adott interjújában. A szerb védelmi miniszter elmondta, a két incidens az Adaševci, valamint a Belgrád melletti Krnjačai központban történt. A helyzetet végig ellenőrzésük alatt tartották a katonaság tagjai. Vulin elmondta, a Szerbia területén tartózkodó migránsok 24 órás karanténban vannak a táborokban a járvány kezdete óta. Leszögezte, a szerbiai katonaság tagjai teljes egészében betartják az előírásokat. Országszerte egyébként a hivatalos adatok szerint a központokban 8800 migráns tartózkodik. A koronavírus járvány ellenére is épül a Belgrád-Budapest vasútvonal szerbiai szakasza. Alexander Vučić ma személyesen is megtekintette a Belgrád és Újvidék között zajló munkálatokat. A szerb államfő egyebek mellett azt mondta, hogy hatalmas összegeket fektetnek az építkezésbe, amely véleménye szerint a történelem részévé válik majd. Jelenleg Csortadovci Európa legnagyobb vasúti építkezésének helyszíne, ami egyben Szerbia fejlődését is szimbolizálja, fogalmazott Alexander Vučić. Az Újvidék és Belgrád között épülő szakasz mindenképpen a legváltozatosabb része lesz a Belgrád-Budapest vasútvonalnak, hiszen alagúton, illetve egy 3 km hosszú völgyhídon is áthaladnak majd a szerelvények, méghozzá megközelítőleg 200 km-es óránkénti sebességgel. 2021 őszén Belgrádból Újvidékre 25 perc alatt juthatnak el az utasok. Sam ovaj deo, Stara Pazova, Novi Sad, plaćamo 580 miliona dolara. Ukupno 850 miliona dolara Beograd, Novi Sad. Još milijardu i 200 računajte Novi Sad, Subotica. Dakle, ogroman novac ulažemo da bismo imali najmodernije pruge, da bismo mogli da idemo prosečno gotovo 200 na sat. A szerb elnök újságírói kérdésre hozzátette, hogy Magyarországgal továbbra is nagyszerűek a kapcsolatok. Az építkezések határidőre befejeződnek, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is komoly erőfeszítéseket tesz a projekt előrehaladásának érdekében. A Csortanovcin zajló orosz hitelből finanszírozott építkezést Bocán Harcsenko is megtekintette. Oroszország belgrádi nagykövete szerint a koronavírus miatt a világ jövőjét tekintve sok minden bizonytalanná vált, de egy dolog biztos, a Belgrád Újvidék vasútszakasz időben elkészül. Mi smo ubeđeni, mi smo, imamo puno nade i vere da u toku sljedeće godine, u oktobru, mi ići ćemo vozom od Beograda do Novog Sada. A vasútvonal másik két szerbiai szakaszát, amely Belgrádtól Opazováig, illetve Újvidéktől a magyar határig tart, kínai cégek építik majd. 2 milliárd eurónyi hiteltámogatás érhető el mától a szerbiai gazdaság szereplőinek, a mezőgazdasági termelők számára pedig 2,6 milliárd dinár, írja Tanjuk hírügynökség. A támogatások a szerb kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek részét képezik. A pénzösszegekre bármely cég, társaság és mezőgazdasági termelő pályázhat. A hiteltámogatások részleteit, továbbá azt, hogy azok mától lesznek elérhetők, a múlt héten jelentette be és a máli szerb pénzügyminiszter.
Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 2098 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma Magyarországon, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 842 koronavírusos beteget ápolnak az egészségügyi intézményekben, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. A keddi sajtótájékoztatón egyebek mellett Magyarország jelenlegi járványügyi helyzetéről, egy újonnan bevezetett határforgalmi ellenőrzési rendszerről és az élelmiszerláncok biztonságos üzemeltetéséről is szó volt. Magyarország járványügyi helyzetét tekintve egyértelmű, hogy a jelentős számú fertőződés általában zárt közösségekben jelentkezik, mondta dr. Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos hozzátette, ilyenek az idős otthonok és azok a kórházi osztályok, ahol koronavírussal fertőzötteket ápolnak. Mindössze 3 olyan idős otthon van Magyarországon, ahol súlyosabb a fertőzöttség mértéke. Ezek jellemzően nagyobb létszámú gondozottal rendelkeznek. A Pesti úton megtörtént az összes szűrő vizsgálatnak az elvégzése, és külön köszönöm az együttműködést, külön köszönöm az országos mentőszolgálat és az önkéntesek részvételét, hiszen ez egy heroikus nagy munka volt, és ennek során egy magas számú szűrés történt. 274 lakó leszűrése történt meg, további 41 dolgozóval. Ukrán, román és szerb viszonylatban a Nyugat-Európába utazó vendégmunkások miatt új határforgalmi ellenőrzési rendszert vezettek be, tájékoztatott Kis Róbert rendőralezredes. Ausztria felé irányuló vendégmunkásoknak a közlekedését úgy tudjuk elősegíteni, hogy egy meghatározott időpontban tudnak hazánk területére belépni. Ez Röszke, Nagylak, illetve Záhony határátkelőhely vonatkozásában került elrendelésre. Ez a meghatározott időintervallum naponta egy 4 órás időt tesz ki. Az alezredes hozzátette, a vendégmunkások csak a meghatározott tranzitútvonalon közlekedhetnek, és a kijelölt pihenőhelyeken állhatnak meg. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Újra megnyitottak a zöld piacok. Későbbi időpontra halasszák az idei Durindót és Gyöngyös-Pokrétát. Két és fél millióhoz közelít az új koronavírussal fertőzöttek száma a világon. A vírus 210 országban van jelen, és immár 170 ezer fölé emelkedett a betegség szövődményeiben elhunytak száma, de a gyógyultak is napról napra növekszik. Eddig több mint 650 ezer ember küzdötte le a járványt világszerte. Először csökkent az azonosított koronavírus fertőzöttek száma Olaszországban a járvány terjedésének február 20-ai kezdete óta. Közölte a polgári védelmi hatóság, hozzátéve, hogy 24 óra alatt 454 koronavírusos halálesetet jegyeztek fel, és ezzel 24.114-re nőtt az áldozatok száma. Az országban több mint 181 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. Spanyolországban már több mint 200 ezer fertőzött van, de jó hír, hogy a halálozások napi száma folyamatosan csökken. A fertőzésbe eddig mintegy 21 ezeren haltak bele. Nagy-Britanniában jelentősen csökkent az új koronavírus okozta halálos áldozatok és az újonnan kiszűrt fertőzések napi száma. Az elmúlt 24 órában 449 halálesetet jelentettek. Ez a halálozások számának legalacsonyabb napi növekedése az utóbbi két hétben. Egy nappal korábban a brit kórházak 596, két napja 888 koronavírus fertőzött beteg haláláról számoltak be. A fertőzöttek száma egy nap alatt 4676-tal emelkedett. Franciaországban a halálesetek száma meghaladta a 20 ezret. A kórházban lévők és az intenzív osztályon ápolt betegek száma továbbra is lassú tendenciát mutat. Németország még mindig a koronavírus járvány elején tart, mondják az illetékesek. A fertőzöttek száma meghaladta a 147 ezret. A koronavírus miatt eddig több mint 4800-an hunytak el, míg 91500-an felgyógyultak a kórból.
A fertőzöttek száma országok szerinti felosztásban a legnagyobb az Egyesült Államokban, ahol több mint 780 ezer fertőzött van, a halálos áldozatoké pedig több mint 42 ezer. New York államban a halálos áldozatok száma 14.604-re emelkedett. A halottak számának legmagasabb napi növekedését regisztrálták hétfőn Japánban, miközben a fertőzöttek száma is folyamatosan növekszik. 24 óra alatt 25 haláleset történt. Eddig ez volt a legmagasabb napi halálozási szám. Az elmúlt héten az ország teljes területére kiterjesztették a rendkívüli állapotot, hogy lassítsák az új koronavírus járvány terjedését. A Szigetországban az elhunytak száma így a legfrissebb összesítés szerint 276-ra nőtt, összesen pedig több mint 11 ezer fertőzöttet azonosítottak. Bizarr helyzet alakult ki az amerikai piacon. A koronavírus gazdasági következményeként a nyersolaj ára $0 alá zuhant. Az Egyesült Államokban viszonyítási alapnak számító West Texas Oil $37.63 esett a tőzsdéken. A szakértők ezt azzal magyarázzák, hogy a fekete arany iránti kereslet a töredékére esett, a raktárak pedig csortulásig megteltek. Az olajtársaságok szinte bármilyen alacsony árat elfogadnak, csak hogy megszabaduljanak a nyersanyagtól. Erre a modernkori történelemben nem volt még példa. Az olajtermelő országok megegyezése a termelés csökkentésére úgy tűnik nem hoz enyhülést, és a piacot elárassza a rekordmennyiségű nyersolaj. 2009-ben hasonló, de lényegesen enyhébb helyzet alakult ki, amikor 100 millió hordónyi nyersolaj halmozódott fel a tengeri tárolókban. Most világszinten 160 millió hordó olaj keresi a gazdáját a piacon. Június második felében indítaná a turisztikai szezont Görögország, írja a Blitz. A juta illetékesére hivatkozva azt állítják, hogy a görögök csak 5-6 országból engednének be nyaralókat, a rövid listán pedig Szerbia is szerepel. Az idegenforgalmi ügynökségek nemzeti szövetségének munkatársa szerint, ha sikerül tisztázni a határátlépés és a karantén kötelezettség kérdését, az idegenforgalmi szezon egy része megmenekülhet. Görögország azonban egyelőre nem nyitná meg határait a nyugat-európai vendégek előtt. Szerbia mellett például Románia és Bulgária állampolgárait engedné be területére. Nem csak az eddigi leghosszabb 84 órás hétvégi kijárási tilalom ért véget Szerbiában, hanem a zöld piacok is ismét megnyitottak. A szabadkai tejpiacon lassan indult be a vevőforgalom, és az árusok közül sem értesültek sokan az intézkedések enyhítéséről. A piacok területén az árusoknak és a vevőknek egyaránt be kell tartaniuk a kötelező előírásokat a biztonságos működés érdekében. A reggeli órákban még elvétve lehetett találkozni árusokkal és vásárlókkal egyaránt a szabadkai tejpiacon. Az újranyitás hatására azért akadtak olyanok, akik megragadták az alkalmat, hogy mielőbb kivigyék portékájukat a piacra. Egyes vásárlók kétkedve fogadták az újranyitás hírét. Értesültek, de kevesen vannak még, gondolom. Sokan jöttek érdeklődni, hogy igaz-e, hogy nyitva van a piac. Úgyhogy remélem, hogy majd jönnek. Az árusok különbözőképpen igyekeztek megoldani, hogy a szűk egy hónap alatt, amíg a piacok zárva tartottak, el tudják adni portékájukat, például a közösségi oldalak segítségével. Panaszkodtak is az emberek, hogy volt, aki kihasználta a helyzetet, hogy felemelte az árát, gondolta, hogy na, most úgy mondván, hogy többet fog keresni, de mink megtartottuk, úgyhogy mink szeretnénk, hogy újra visszajöjjenek az emberek a piacra. A piac területén több helyen is plakátok hívják fel a figyelmet az előírások betartására. A vásárlóknak és az árusoknak is kötelező a védőmaszk és gumikesztyű használata, valamint felhívják a figyelmet a rendszeres kézfertőtlenítés fontosságára és a 2 méteres társadalmi távolság betartására. Az újvidéki piacok újranyitását és szigorú higiéniai feltételek betartásához kötötték. Az árusok és a vásárlók csak korlátozott számban, maszkban és kesztyűben mehetnek be a csarnokba. Érdeklődés volt, de jelentősebb tömegek és sorok nem alakultak ki.
A piacok újranyitását az árusok és a vásárlók is várták. Habár a fogyasztók a boltokban is hozzá tudnak jutni zöldségekhez és gyümölcsökhöz, a közvetlen kapcsolat a termelővel és a friss termés szemrevételezése sokaknak hiányzott. Az elmúlt időszakban lehetőség volt interneten keresztül is megrendelni az árut a termelőktől. Az eladók nagy része alkalmazkodott az új körülményekhez, vállaltak házhoz szállítást. Puno je teže i zahtevnije nego pijaca. Na pijacu lepo isečeš salatu, spremiš luk, spremiš, onda dođeš uveče, nemaš šta da razmišljaš, da li ćeš, kome ćeš koliko šta da spakuješ, kome nećeš pogrešiti, kome ćeš pogrešiti, tako da. Eto, to je bio problem što se tiče dostave. A piacmentes hetekben a vásárlók boltokban vagy az interneten szerezték be az igényelt portékát. Friss terményekért és házi tejtermékekért mégis továbbra is a piacot részesítik előnyben. Online kupovinu. Jesam. I kako ste bili zadovoljni? Sasvim u redu, ali ovo je nekako normalnije, barem u glavi. Nisam, snalazila sam se, znači po marketima, ali ovo je konačno prava pijaca. Tako ovo sam čekala. Az újvidéki halpiacon észrevehetően kisebb a forgalom, mint a járvány előtti időkben. Ez az árusok és vásárlók számában egyaránt látható. Akik kimentek, többnyire fegyelmezetten, az előírásokat betartva piacoztak. 30 személy ellen indítottak eljárást a kijárási tilalom megszegése miatt Szabadkán. A Szabadkai Szabálysértési Bíróság az eddigi leghosszabb 84 órás kijárási tilalom alatt azért indított eljárást a személyek ellen, mert megszegték a koronavírus járvány megfékezése érdekében meghozott intézkedéseket. A bíróság pénzbüntetéssel sújtotta őket a szabálysértési rendelet alapján. Megkezdődött az iratkozási folyamat a szabadkai óvodákban. Idén kizárólag elektronikus formában lehet kérni a felvételt a Nasa Radoszt iskoláskor előtti intézmény óvodáiba. Az iratkozás május 15-ig tart. A szülők kétféleképpen oldhatják meg a jelentkezést, vagy az iskoláskor előtti intézmény oldalán keresztül, vagy az EUPRAVE nevű portálon. A felvételről szóló előzetes listák június 5-én jelennek meg. A fellebezésre vonatkozó időszak pedig június 5-től 16-áig tart. Bővebb információ az iratkozással kapcsolatban a szabadkai és környékbeli szülők számára a 024 646 427-es telefonszámon kérhető 8 és 12 óra között. Az elektronikus ügyintézés folyamatáról pedig a nasarados.edu.rs internetes oldalon is olvashatnak az érintettek. Már két hónap sincs hátra a hazai nyári kulturális programokig, legalábbis a rendkívüli állapot bevezetése előtt így gondolták az egyes fesztiválok rendezvények szervezői. Vajdaság legnagyobb néptáncos és népzenei eseménye az 57. Gyöngyös Bokréta és a 44. Durindó is az eredeti tervek szerint június 6-án és 7-én került volna megrendezésre. A bizonytalan helyzet azonban a fesztivál elhalasztására kényszerítette a szervezőket. Mióta készültök rá, gondolom már? Hát, most nem akarom... Tavaly horgos adott otthont a Gyöngyös Bokrétának és a Durindónak. A kétnapos néptáncos és népzenei szemlén mintegy 2000 fellépő lépett színpadra. A rendkívüli állapot és az intézkedések enyhítésének tükrében alakul az idei kétnapos ünnepség megrendezése is, amelynek Török Becse a házigazdája. A rendezvény előkészületei még februárban a rendkívüli állapot kihirdetése előtt megkezdődtek, a mostani helyzet azonban minden tervet felülír. Nem tudjuk, hogy mikorra halasztódik el az egész, mert ennek nem csak az összetevője van, hogy a rendkívüli állapot megszakításával, hanem az egyesületek úgy, mint itt a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesületben is faktikusan semmiféle tevékenység nem nincs folyamatban.
Az idei Gyöngyös Bokréta és Durindó pontos időpontja ugyan még nincs meg, a szervezők előre láthatólag egy kora őszi időszakot tűznek ki, mondta Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke. Hozzátette, ez a halasztás nagy lehetőség a rendezvény újra gondolására. Tudjuk azt, megbeszélgetve a csoportvezetőkkel, ugye, hogy akár a néptánc együtteseknél a koreográfiák félig meddig elkészültek, bár akár ha nézzük a viseletek, meg nem tudtak elkészülni, a népzenei csoportoknál is, meg a népi kórusoknál is azért elindult egy folyamat, kiártak az oktatók, vagy a helyi oktatók azért kitalálták, felépítették már a csokrokat, úgyhogy majd ebből próbál az ember szemezgetni, és természetesen itt lesz az egész nyár arra, hogyha valaki egy másik csokrot akar betanulni, egy másik koreográfiát tanítana be, akkor erre lehetőség nyíljon változtatni. Sutus Áron hozzátette, a jelentkezési lapokat nem küldték még szét az együtteseknek, továbbá az online regisztrációs felületeket sem nyitották meg. Ennek értelmében az eredetileg április 10-ig tartó jelentkezési időszak mindenképpen meghosszabbításra kerül. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mintegy 40 néptánc együttes és 120 fellépő jelentkezésére számítanak. Néhány szó az időjárásról. Fokozatos felmelegedés várható a hét hátralévő részében. Szerdán sok napsütésre számíthatunk 20 fok körüli csúcsfőmérséklettel. Csütörtökön napos, gomoly felhős, de száraz időre van kilátás. A kis és szeles idő ellenére napközben kedhez hasonlóan 20-22 fokot mérhetünk. Pénteken és szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Pénteken 19 és 23, szombaton 20 és 25 fok között alakul a csúcsfőmérséklet. Számottevő csapadékra azonban a héten nem kell számítani. A Magyar Labdarúgó Szövetség mai online küldött közgyűlésén további 5 évre bizalmat szavazott Csányi Sándor elnöknek. Az elnökségben sem történt változás. Balogh Gabriellát, Bánki Eriket, Berzi Sándort, Dankó Bélát, Garancsi Istvánt, Nyilasi Tibort, Anthony Radevet és Török Gábort is újra választották. Csányi Sándor 2010 óta irányítja az MLS-t. Megbízatása 2025. április 21-ig szól. Ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a koronavírus elleni küzdelem új időszámítása kezdődött meg, mivel 6 heti folyamatos szigorítás után az intézkedések enyhítését jelentette be a szerb kormány. Hangsúlyozta, egy nagyon nehéz, de sikerrel teljesített időszakon vagyunk túl. Azonban a mindennapok lazítását felelősségteljesen kell elvégezni, mert az eddig elért eredmények is veszélybe kerülhetnek. A tegnapi nap folyamán megmutatkoztak az első jelei a folyamat kezelés lazításának és egyfajta visszavezetésének az életnek a normalitás mezeire. Ahogy mondtam, egy 6 hetes időszak előzte ezt meg, most vagyunk a 6. hetében a rendkívüli intézkedéseknek. Ezek a tegnapi kormánydöntések, ha pár hónappal ezelőtt értékelte volna őket az ember, akkor azt mondaná, hogy jelentéktelenek, de az elmúlt 6-7 tapasztalatainak a tükrében azt gondolom, hogy jelentősek. Az, hogy újra megnyílnak a piacok, az, hogy lehetőség nyílik bizonyos szolgáltatási szektorokban az életnek a normalitás mezeire való visszavezetésére, az, hogy föloldódnak a kijárási korlátozások, legalábbis lazításra kerülnek, ezek mindenféleképpen pozitív jelek. Ezeknek a döntéseknek a tükrében azt kértem a Vajdasági Magyar Szövetséghez tartozó önkormányzati vezetőktől, hogy a jogszabályokat betartva
tegyék meg azokat az intézkedéseket, amik lehetővé teszik például a piacok működésének az elkezdését, úgyhogy ezek a döntések megszülettek a mai nap folyamán a legtöbb helyen, az előkészületi műveletek is elvégzésre kerülnek, a fertőtlenítések és minden egyéb más, és a normál piacrend szerint a holnapi naptól kezdve a környező önkormányzatok területén elkezdenek működni a piacok, természetesen betartva azokat a szabályokat, amik továbbra is kötelezőek a vírus elleni küzdelemben. Pásztor István beszélt Szerbia harcáról a koronavírussal szemben, kiemelte, hogy a kormányzat intézkedései hatékonyak voltak. Méltatta az orvosok és az egészségügyi dolgozók emberfeletti teljesítményét. Véleménye szerint a politika megfelelő módon kapcsolódott be a vírus elleni küzdelembe. Az, ami mozgatta az elmúlt heteket, az nem politikai jellegű kérdés, hanem egészségügyi kérdés volt, de attól függetlenül, illetve mindentől függetlenül a politikának is ezzel kapcsolatban megvolt a maga feladata, és megvolt a maga felelőssége. Ebből a feladatból kiindulva, ebből a felelősségből kiindulva kívánok pár mondatot az üggyel kapcsolatban megfogalmazni. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy meggyőződésem, hogy Szerbia, szerb kormányzat hatékonyan és sikeresen vette fel a küzdelmet a koronavírus ellen, függetlenül attól, hogy egészen biztos, hogyha pár nappal, egy héttel vagy 10 nappal hamarabb születtek volna meg az első döntések, akkor ez a védekezési folyamat még hatékonyabb tudott volna lenni. De az elmúlt 6 hétben azt gondolom, hogy nagyon hatékony és bátor intézkedések megtételére került sor, amelyek egyrésztről megállították a folyamatnak a robbanásszerű fejlődését, másrésztről pedig ki és átalakították azt az egészségügyi rendszert, amelyik a növekvő számokkal, illetve a számokkal a megfelelő küzdelmet meg tudta vívni. Ezek a meghozott döntések azt gondolom, hogy gyakran voltak bátraknak nevezhetők, és gyakran voltak olyanok, amikről világos volt, hogy szembe mennek azzal, amit az emberek kényelmi szempontból, mi mindannyian kényelmi szempontból fontosnak tartottunk volna. De azt gondolom, hogy ha ezeket a kényelmi szempontokat vettük volna figyelembe, akkor valószínű, hogy a számok mást mutattak volna. Itt az utóbbi napokban bizonyítékaként annak, hogy mi is a világ részei vagyunk, ugyanazok a megfogalmazások és támadások jelentek meg, amik a környező országokban folyamatosan megjelennek, a rendkívüli intézkedések és a demokrácia féltés relációjában. Ezt láttuk már, és azt gondolom, hogy ilyen vonatkozásban nincsen új a nap alatt. Én a magam részéről politikai szempontból azt gondolom, hogy a kormányzat intézkedései mértékletesek voltak, nem haladták túl azokat a kereteket, amiket a rendkívüli intézkedések a vírus elleni küzdelem szempontjából lehetővé tettek. Nem élt vissza a kormányzat a rendkívüliségnek az állapotával és helyzetével. Pásztor István szerint a Vajdasági Magyar Szövetség az államvezetéssel folytatott megbeszélésekkel összhangban politikamentesen vett részt a koronavírus elleni küzdelemben. A párt tisztségviselői és szakértői a kezdetektől tájékoztató kampányt folytattak, az önkéntesek pedig az időseket segítették. Fölépítettünk egy olyan segítő rendszert, amelyikben durván 780 aktivista szerepelt első naptól kezdve, is ma is ez a szám standard. Mint egy
20,500 megkeresésnek tettünk eleget az elmúlt 6 hét alatt. Elsősorban a 65 évnél idősebb polgártársak megkeresésének tettünk ezzel eleget. Annak a rendszernek az elemeként, amiről az előbb beszéltem, nem szembe menve a rendszerrel, nem gyöngítve a rendszert, hanem megerősítve a rendszert, különösen olyan helyeken, ahol rajtunk kívül, a mi infrastruktúránkon kívül egyéb más mozgási lehetőségek nem voltak. Fontosnak tartom elmondani, hogy elsősorban azokról az önkormányzatokról beszélve, amelyikekben a Vajdasági Magyar Szövetségnek meghatározó szerepe van, ez a kanizsai, az entai és a topolyai. Nagyon hatékonyan és nagyon gyorsan születtek meg azok a döntések, amik lehetővé tették, hogy a kisnyugdíjasok számára, azok a nyugdíjasok számára, akiknek 30 000 dinár alatti a havi nyugdíjuk, az egyszeri segélycsomag megérkezzen és oda kerüljön. Ez azt kellett, hogy föltételezze, hogy a költségvetési keretekben meg kellett teremteni ennek a segítségnek a pénzügyi lehetőségeit és kereteit, ez megtörtént, és nem csak, hogy a döntések születtek meg, hanem a folyamat is befejeződött. Ezen túlmenően azt kell, hogy mondjam, hogy a jóformán az összes általunk ismert önkormányzati szférában ezek a folyamatok vagy elindultak és befejeződtek, vagy pedig folyamatban vannak. Nem kívánom véka alá rejteni, hogy a legrosszabb a helyzet ezzel kapcsolatban Szabadkán, amit nagy érthetetlenséggel követek, és nem tudok rá magyarázatot adni, nem is tudom elfogadni. Kértem az önkormányzatban működő VMS-es politikusokat, hogy gyorsabban, hatékonyabban tegyék meg azokat a lépéseket, amik ugyanabban a helyzetben fogják hozni azt a 16 ezernyi szabadkai kisnyugdíjast, amikben a hasonló helyzetben levők mások vannak a környező önkormányzatokban. Lehet ezzel a döntéssel kapcsolatban bárkinek bármilyen típusú föntartása, de a föntartás nem jogosítja föl arra, hogy ezzel kapcsolatos döntéseket fölülírja. Nem tudom elképzelni, hogy egy durván 5 milliárd dináros költségvetésben ne lehessen megteremteni azt a durván 40 millió dináros keretet, amelyikből a 16 ezer nyugdíjasnak ugyanolyan elvek alapján, mint az egész vajdasági térségben oda lehessen adni a csomagot. Ez az éves szabadkai költségvetésnek, ha jól számolom, 0,8%. Egészen biztos, hogy vannak olyan mozgásterületek, ahol ezt meg lehetne spórolni. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Csökkent az új koronavírusos fertőzöttek száma Szerbiában az előző napokhoz képest. Pásztor István szerint a koronavírus elleni küzdelem új időszámítása kezdődött. A koronavírus járvány közepette is épül a Belgrád-Budapest vasútvonal szerbiai szakasza. Újabb 14 emberéletet követelt a koronavírus Magyarországon. Köszönjük figyelmüket! További hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. A Pannon Televízióban most a közelképpel a belgrádi autómúzeumban látogatunk. Maradjanak velünk, vigyázzanak egészségükre, és ne menjenek sehová. Na viszontlátásra!